Reggel 8 óra. Hiába szólt a csengő a miskolci Herman Ottó gimnáziumban, a legtöbb terem üresen maradt. A diákok filmvetítésre, az oktatók a termek helyett a tanáriba siettek. Elmondanám azokat a tudnivalókat, amiket már tudok, és amik ránk vonatkoznak. A jövő heti újabb, már egész napos munkabeszüntetés szabályait beszélték meg. Azért sztrájkolunk, mert túl sok előrelépés nincs. Ugyanakkor viszont a korábbi megmozdulások érték azt el, hogy egyáltalán bármiféle tárgyalássorozat elinduljon a pedagógus társadalom és a kormányzat között. A budaörsi I. és Gyula gimnáziumban volt olyan tanár, aki órák helyett érettségi megbeszélést tartott az iskola aulájában. Akár hogyan dönt, ha ez a véleménye semmilyen erős, semmilyen hátrány nem érheti. Az igazgató a sztrájk elején mindenkit figyelmeztetett, hogy az iskolát nem szabad elhagyni, de a sztrájkban mindenki részt vehet, aki egyetért a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének 12 pontos követelésével. Ebben szó van a tanulók és a tanárok terheinek csökkentéséről, és a szabad tankönyv választásról is. Majdnem mindenki azt gondolja, hogy teljesen jogos követelések, nagyon fontos követelések. Spányik József rajz és művészettörténet tanár, bár nem volt reggel órája, úgy gondolta, fontos, hogy részt vegyen a sztrájkban. Borzasztó nehéz bármit elintézni, vagy működtetni. Az iskolában sokan csatlakoztak, szinte csak azok nem, akik végzős osztályt tanítanak. Nem tudják megtenni azt, nem tehetik meg azt, hogy nem tartják meg az óráikat, de támogatnak minket a sztrájkban. Míg a tanárok bent sztrájkoltak, a szülők az iskola elé vonultak. Nem csak itt, a budapesti Teleki Blanka gimnázium elé is sokan mentek. Volt, aki két órán keresztül itt állt az intézmény előtt, akinek ennyi ideje nem volt, az egy fekete vagy egy kockás szalagot fűzött fel ide a kerítésre. Lányom itt tanul, most negyedikes, és nagyon fontosnak tartom, hogy történjen változás. Kőbányán a Bornemissza Péter gimnázium diákjai az iskola közelében lévő felüljárón demonstráltak. Pécsen a nevelési központ előtt tiltakoztak, szinte mindannyian feketébe öltöztek. Kifüggesztették a Tanítanénk mozgalom 15 pontos követelését, és az iskola előtti parkban zenéltek. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének helyi képviselője szerint elégedettek lehetnek a csatlakozó tanárok számával. Mi úgy látjuk, hogy a sztrájk támogatottsága nagyon nagy, én nem tudok nagyon olyan iskoláról, ahol ne szerveztek volna sztrájkot. Palkovics László oktatási államtitkár az új nemzeti kiválóság program sajtótájékoztatóján reagált a sztrájkra. Azt mondta, véleménye szerint rendben van, hogy a tanárok felfüggesztették a munkát. Én azt gondolom, hogy ez nem jelenti a tárgyalások kudarcát, hiszen ezek a tárgyalások ezek elég régóta zajlanak. Az, hogy egy szakszervező több szakszervezet sztrájkot hirdet, és így gondolják kifejezni azt a fajta munkavállalói érdeket, ami eddig nem jelent meg, ez nagyon rendben lévő dolog. Az oktatási államtitkár azt is elmondta, hétfőn tovább tárgyalnak a Pedagógusok Sztrájkbizottságával, akik április 20-ára hirdettek sztrájkot.